kinek mi jut eszébe, amikor meghallja azt, hogy albán pékség. Nekem az a virslis cucc, amiről ma megtudtam, hogy úgy hívják egyébként, hogy virslis csónak. Ja, és még valami, hogy mindennek van egy jellegzetes, ugyanolyan íze és illata, a kakaós csigától kezdve a kenyéren át egészen a virslis csónakig. Az albán péktermékek egészségre káros hatásairól már sok szó esett korábban. Nemrég egy műsorban a Magyar Pékszövetség elnöke viszont arról beszélt, hogy ezek a pékségek milyen komoly károkat okoznak a magyar sütőiparnak. Ugyanis megkerülik a munkaügyi szabályokat, cégváltásokkal trükközve nem fizetnek közüzemi díjakat, bérleti díjat, és a higiéniai szabályokat is lazán kezelik. A mai részben az albán pékségek múltjáról, jelenéről és a termékek egészségre gyakorolt hatásairól lesz szó, de mielőtt kezdünk, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen hogy is kerülnek Magyarországra, sőt gyakorlatilag egész Európába albán pékségek. A dolog valahol ott kezdődik, hogyha a lakosság arányosan vizsgáljuk, akkor Albánia élen jár a gazdasági kivándorlók számában Európában, pláne ha ide számítjuk a határon kívüli észak-macedóniai, montenegrói és koszovói albánokat. Ennek oka egyszerű, mert bár a háborús viszonyok elcsendesedtek a térségben, annak nyomában megmaradt a szegénység, a zűrös politikai közeg, amit sokak szerint behálóznak a helyi maffia csoportok, a korrupció, és ott van még a hatalmas mértékű munkanélküliség, ami miatt az albánok közül sokan inkább Nyugat-Európa felé veszik az irányt. A 90-es években a koszovói háború idején volt az elvándorlásnak egy igazán nagy hulláma, ennek fő célja Svájc, Németország és Ausztria volt, de sokan ekkor telepedtek le Magyarországon. És hogy ezek az albánok miért éppen pékek vagy cukrászok? Úgy szól a fáma, hogy az egykori Josip Broz Tito vezetése alatt álló Jugoszláviában a szakképzések leosztása nemzeti alapon történt, és a koszovóiak lettek a cukrászok és a pékek. Tehát akik Magyarországon kezdtek ebbe a tevékenységbe, azok jellemzően koszovói albánok. Tehát ezek az albán pékségek már a 80-as, 90-es évek óta jelen vannak hazánkban. A Wikipedia szerint a Magyarországon működő 1300 pékségből 253-at albánok működtetnek, ugyanezt a számot a Pékszövetség elnöke már körülbelül 500-ra teszi. És ami a péktermékek minőségét illeti? Nos, hát ahogy sorba jelennek meg Magyarországon a jó minőségű, kovászolt, kézműves péktermékek, úgy lesz egyre szembetűnőbb, hogy ezekben a pékségekben jellemzően nem a minőség van fókuszban. Azonban Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a probléma már túlmutat a minőségen, és az albán pékségek jelenléte az országban komoly károkat okoz a magyar sütőiparnak. Az elnök urat azóta többször próbáltuk keresni, további információkat kértünk tőle, de nem ad több nyilatkozatot a témában, így csak a korábban a Spirit FM több-kevesebb című műsorában elhangzottakból tudunk kiindulni. A magyar sütőipari cégek számára nagyon kedvezőtlen helyzet az, hogy itt vannak az albánok, és piacot vesznek el a magyar sütőipari vállalkozásoktól. Tehát minimális tőkebefektetéssel bérelt helységekben bérelt eszközöket alkalmaznak, még az üzletberendezést is bérlik ezek a cégek. A munkaügyi szabályok megkerülése, járulékfizetés kikerülése némely esetben jellemző ezekre a cégekre. Az teljesen jellemző, hogy a higiéniai élelmiszeripari szabályokat teljesen lazán kezelik. Csak egy nagyon gyors kérdés, hogy albán pékségben szokott vásárolni? Nem. Szerintem mindegyik egyforma tésztával készül. Azt régen, amikor vettem bármit, akkor mind egyforma volt. Aha. Teljesen mindegy, hogy péksüteményt vettem, vagy sósat, vagy kenyeret, vagy édes, teljesen mindegy. De akkor hogyan kellene működnie, üzemelnie egy pékségnek, és mik lennének a termékek felé támasztott elvárások? De jó lenne ezt valaki olyantól megkérdezni, aki ért a péktermékekhez és az egészségügyhöz is. Nos, találtunk ilyen embert. 7 éve vagyok pék, és mindenki ezt a kérdést teszi fel először, hogy jutott eszébe, hogy pék is legyen. Onnan indult ki az egész, olyan 14-15 évvel ezelőtt bedőhöttem, hogy olyan nagyon vacak termékeket lehet kapni, morzsalékos, penészesedő kenyereket, pékárukat, és arra gondoltam, hogy hát ez már nem tartható, és elkezdtem otthon saját magam is sütni kenyereket. Aztán hát odáig fajult a dolog, hogy már jöttek a barátok, ismerősök, mindenki kezdte követelni, süssek, egyre többet és többet. Eljött a 2015, amikor meghirdették a Kenyérlelke Fesztivált. Beadtam a nevezésemet, elindultam, és akkor úgy emlékszem, hogy egy teljes kiölésű kenyeret vittem, és azzal az otthonsütő kategóriáját megnyertem. A feleségem egyre idegesebb volt, hogy otthon csinálom ezeket a dolgaimat, hétfőn, szerdán
sütöttem, már előző nap este elkezdtem a dolgot, és hajnalban, hajnali kettőkor kezdtem a munkát, és reggelre kisütöttem a termékeket. Úgy találtunk rá erre a kis aranyos Csengeri utcai helyre. A pincében építettük meg a műhelyt, és itt fönt az üzletet egy lift köti össze, és a lift szállítja föl a termékeket. Én most hoztam önnek párat ezekből a kevésbé jó minőségű termékekből. Ezek vannak itt az alsó sorban, és akkor fölötte pedig az ön termékei. Az ilyen olcsóbb kategóriás pékségeknél azt szokott mindig felmerülni így jellemzőként, hogy mindennek van egy ilyen jellegzetes íze, szaga vagy illata, de hogy ez az édes termékeken át a sós termékekig, mindennek van egy ilyen alapíze. Ez mi okozza? Hát elsősorban az, hogy minden terméket egy lisztből csinálnak, a kenyértől kezdve a buktáig ugyanaz a lisztfajta, és ugyanazok az adalékanyagok, gyorsítók, ilyen állagjavító anyagok kerülnek be, úgyhogy ebből adódik ez. Igazán nem lehet különbséget tenni ízre a bukta és a kenyér között náluk. Attól függően, hogy milyen terméktípust állítunk elő, mi 5-6 fajta liszttel dolgozunk. Például ez alakoros kenyér, ez abból a nagyon ritka búzafajtából készül, ami mivel kicsi a terméshozama, ezért nem elmaradta, tehát ezt már nem termelik annyira, mert itt is a gazdaságosság jött elő, és olyan búzát termelnek, aminek magas a terméshozama. Javarészt 80-as lisztből készül, van 55-ös liszt is benne, de van például a versenykenyerünk, amivel tulajdonképpen ezzel a típussal nyertem meg a versenyeket, ebben 112-es liszt van. Az ilyen típusú pékségek nyitva vannak általában. Reggeltől estig mindig friss gőzölgő termékek vannak. És hétvégén is, igen. És hétvégén is, és mindig friss gőzölgő termékek vannak a polcokon, ez hogy lehetséges? Hát ezt úgy tudják megoldani, mint az előbb már utaltam rá, hogy nagyon rövid az előállítási idő. Igazán nem sütik meg jól, mert a energia drága, és minél olcsóban akarják kihozni. Az összekeveréstől számítottam, már 3 óra múlva a polcokon van. Ebből adódik, és nyilván olyan mennyiséget sütnek, hátul vannak a úgymond pékek, akiknek szólnak, hogy na most kell megint, és hát 3 óra az azért nem olyan hosszú idő, és akkor megjelenik a gőzölgő termék a pultokon. Mi 14-16 órát keresztjük a kenyereinket, amelyek itt láthatók, tehát lassú érlelésű, ezért nagyon jótékony a hatása, tehát nem okoz bélpanaszt, nem okoz puffadást, teltségérzést, gázképződést, mert ezekben a termékekben élve marad az élesztő, ami a tápcsatornába jut, és ott terjesztve bontja az ottani táplálékot, gázképződik, feszül a hasa, stb. És akkor ezek a járulékos állagjavítók, azok meg görcsöket okoznak. Szokott albán pékségben vásárolni? Ritkán, igen. Ajtos 4, azt szokott a fiam, ő azt nagyon szereti. Hívvel megyek haza, ott megyek el előtte. De hát ezt gondolom ellenőrzi valaki, mert azt mi tudjuk, igen, valóban úgy van, hogy majdnem mindennek teljesen egyforma íze van, mindegy, hogy milyen a formájú és minek nevezzük. De hogyha ez szabálytalanul készül, vagy nem felel meg az élelmiszer törvénynek, akkor hát ezt valaki ellenőrzi, és gondolom kiszúrja. Én úgy gondolom, hogy igen, ellenőrzik. Ellenőrzés után talán rendbe is teszik ezt, és utána szintén ezeken az elvek mentén működnek. Ugye ezek a pékségek nagyon hosszú nyitvatartási idővel vannak, gyakorlatilag folyamatos meleg termékeket árusítva a vásárlók részére. A magyar vásárlóknak nagyon tetszik az, hogy hosszú nyitvatartási idő van, meleg termékekről van szó. Mi jut eszébe egy dietetikusnak, amikor azt hallja, hogy albán pékség vagy albán péktermékek? Azt nem tudom, hogy a többi kollégámnak mi jut eszébe. Nekem bevallom, hogy nem sok, ezért utána néztem az interneten, és hát elsősorban a dietetikusok a termékek összetételét, főleg a tápanyagtartalmát, például kalóriatartalmat, rosttartalmat, sótartalmat figyelünk, és hát ezt én sajnos nem találtam meg. A gabonából készült élelmiszerek, kenyerek, péksütemények esetében az okostányér táplálkozási ajánlás azt mondja, hogy ezekből napi szinten körülbelül 3 adag az, ami elfogyasztható, és ebből lehetőség szerint egy teljes értékű gabonából készüljön. A teljes értékű gabona az egy kiemelt táplálkozási értékű élelmiszercsoport, elsősorban azért, mert jóval több vitamint, ásványi anyagot, rostot tartalmaz, mint a finomított, tehát a fehér lisztből készült termékek.
Ja, a péksütemények esetében ezért nagyon-nagyon fontos figyelni arra, hogy a gabona mellett mi van még a termékekben, főleg az ilyen vajas tésztából készült édes péksüteményeknek nagyon magas lehet a zsírtartalma, emellett ilyen sok esetben cukrot is tartalmaznak, és hogyha a sós változatokat nézzük, ott is a zsír egy problémás terület lehet, illetve a sótartalom is egy érzékeny pont. Itt sem a munkaügyi szabályok, sem pedig az egyéb adó és egyéb jogszabályok kezelése nem történik rendben. Gondolja vagy tudja. Tehát az nagy különbség, hogy azt feltételezzük, mert másképp nem jön ki a matek, vagy biztosan azt tudjuk. Azt feltételezzük, hogy másként nem jön ki a matek. Óriási a versenyhátrány, nem is véletlen az, hogy néhányan, sőt elég sokan föladták azóta, amióta én is itt a piacon vagyok. Ezt még megturbózza az is, hogy hát amit mondtam, hogy ez a kenyér az legyen olcsó, akkor a vásárlóerő nem olyan erőteljes, akkor nagyon függ attól is, hogy egy-egy pékség mennyire tud talpon maradni, hogy hol nyitja meg az üzletét. Sok tényezős ez az egész, de igaza van abban, hogy ezek a tömeggyártásra szakosodott, úgymond idézőjeles pékségek, ezek sajnos olyan erősen leviszik az árakat, hogy nekünk nagyon drága a bér, nagyon drága a bérrel való járulékos költség, az energia. Tehát sokkal, de sokkal több költséggel tudunk üzemelni, ha normálisan megsütjük, elkészítjük a termékeinket, és törekszünk a kiváló minőségre, akkor sajnos a hátrány az hatalmas. Itt van a kezemben az például ilyen termék, hogy ez így... Fehér a mai világban, amikor minden teljes kiölésű, meg kevert, meg stb. Vannak arra a rendelkezésre álló információk, hogy a magyar társadalom, amikor péktermékeket választ, akkor mik a preferenciák? Annak ellenére, hogy Magyarországon is a táplálkozási ajánlások, a dietetikusok nagyon sok esetben hangsúlyozzák a teljes értékű gabonából készült termékek fogyasztásának előnyeit, hazánkban még mindig a fehér kenyér és a finomított lisztből készült pékáruk a legnépszerűbbek, második helyen a félbarna változatok szerepelnek, és a harmadik helyen állnak. Azért az már egy dobogós hely, de még mindig csak a harmadik a magas rostartalmú teljes kiörésű lisztből készült pékáruk és kenyérfélék. Összehalmoznak egy csomó adósságot, ott hagyják a céget azon mód, egyrészt bebuktatják, másrészt pedig egy fantom cég azonnal indul másnap, más néven ugyanabba az épületbe, de sem energiaszámlákat, sem munkaügyi szabályoknak megfelelően a TB járulók és egyéb számlákat információink szerint nem végzik. Na de hát a vállalkozásokat ellenőrzik, tehát én azért nem értem, miközben elfogadom, amit mond, mert hogy a magyar vállalkozók meg attól félnek, hogy a legkisebb szabálytalanságért megbüntetik őket, az albán vállalkozók miért nem félnek ettől? Egyáltalán itt mindig albán vállalkozóról van-e szó, vagy leegyszerűsítjük a dolgot? Én azt gondolom, hogy mindig albán vállalkozóról van szó, hiszen tudomásunk szerint a Magyarországon működő 4-500 albán pékségnek tudomásunk szerint 15-20 körüli igazi tulajdonosa van, és ezek működtetik ezt az egész hálózatot. Igazából ez egy érdekvédelmi szervezet, csak ugye mi nem azért vagyunk, hogy esetleg másokra árulkodjunk, vagy másokat lejárassunk, illetve hát akár főjelentsünk, vagy ilyen dolgokat csináljunk. Azt gondolom, hogy pékek próbálkoztak ezzel, hiszen mindenkinek a régiójába, ahol ezek a vállalkozások megfordulnak, ott komoly problémákat okoznak. Mindenki látja ezt, hogy nem fizetik ki a gáz, nem fizetik ki a villanyt, inkább ott hagyják a vállalkozást, hiszen gyakorlatilag nincsen semmiük, mert még a pult, amiben az árukat árusítják, sem az ő tulajdonuk. A magyar péknek igenis van mit vesztenie, meleg ez a termék, melegen még megehető, meg is vásárolják, meg is eszik, hiszen ezeket a boltokat a magyar vásárlók tartják fel. Ez volt már a Kestek, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, jövő hét szerdán találkozunk. Sziasztok!